A politikusok egy kampányban mondanak ezt, azt, erősebb, durvát, keményet, néha visszakozni kell belőle, néha félreértik őket, néha magyarázkodni kell, de igazából talán nem is ez a lényeg. Feledi Botton a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét! A külpolitikai szakértő, hogyha azt látja, hogy mondjuk a Reuters, amelyik egy komoly brit hírügynökség, vagy hogyha az Ipsos, amelyik egy világban jelentősnek látszó közvéleménykutató, hát nyilván az, azt az eredményt hozza ki, hogy az amerikai közvélemény alapvetően inkompetensnek tartja a republikánus jelöltet. Sőt, a republikánus szavazók egy negyede, ha jól emlékszem a számra, azt mondja, hogy ő alkalmatlan arra, hogy az országot vezesse, az jelentheti azt, hogy ez önmagában eldönti a kérdést a demokraták javára? Az amerikai elnökválasztások történetében voltak már nagy fordulatok. Tehát igazából a jelenlegi állások, bár mind valóban Clintonnak mutatnak egyértelmű esélyeket, nem jelentik azt, hogy a következő 3 hónap nem fog valamilyen meglepetésszerű eseményeket még hozni, vagy nem hozhatna ilyet. Televíziós viták előtt állunk, merényletekkel teli időszak van a világban, bármi olyasmi megtörténhet, ami ezeken tud fordítani, és valóban inkonzisztens vélemények a szavazók, tehát például a republikánus szavazótábor nagy része vallásos vezetőt vár el, tehát olyat választanának, aki vallásos, miközben messze egyértelműen ők is tudják a felmérések szerint, hogy Donald Trump a legkevésbé vallásos jelölt volt már az előválasztásokon is, tehát hogy rengeteg ilyen kis inkonzisztencia. Ugye a szociális érzékenység ott is előkerül a legkülönbözőbb módokon, azzal szokták támadni Donald Trumpot, hogy na az neki nincs. Hát a milliárdjai abból vannak, hogy sosem volt neki olyan. Ezt ugye a demokraták rendszeresen a szemére is olvassák, de most van a republikánusoknál is, van ellenjelölt is. Igaz, hogy egy olyan társaság ellenjelöltje, amely nem a republikánus politikusok első vonalából származik, de házon belüli jelölt. Ezt például komolyan lehet venni? Akkor lehetett volna komolyan venni, hogyha a republikánus konvención, az elnök jelölő konvención sikerült volna egy picit nagyobb durranást összehozni az ellenállásnak. Ez ugye nem jött össze, minden konvenció a maga szabályairól dönt, itt próbálták kvázi megpucsolni a trumpistákat az ellenzői, ez nem sikerült, úgyhogy innentől kezdve igazából nem sok esélye van, már csak azért sem, mert például Texasban számtalan államban lezárták már a jelölést. Tehát most bírósághoz kellene fordulni, valamivel megtámadni a jogi úton tudnák bevinni. Tehát igazából esélye nincsen, arra jó lehet, hogy néhány olyan államban, ahol ez a jelölés még tart, ott szavazatokat elvihet Donald Trumptól, hogyha ez a cél. A WikiLeaks alapítója azt mondja, hogy neki újabb dokumentumai vannak, lesznek nem sokára Hillary Clinton mailboxából, ami hát egy érdekes kérdés, hogy mennyi van még, és mennyi furcsa adatot és információt fogunk megtudni. Ez mennyire befolyásolja az amerikai közvéleményt? Mondjuk Hillary Clinton a saját mailboxából intéz hivatalos dolgokat, szinte elrejtve ezt a hivatalosságok elől. Donald Trump 2011-ben azt mondta, hogy neki meg iratai vannak arról, hogy Obama nem is született az Egyesült Államokban, és aztán 5 éve várunk ezekre az iratokra, tehát hogy az ilyen ígéretekkel szerintem csínyán kell bánni, ettől függetlenül az nem kizárt, hogy a WikiLeaks birtokában lehetnek még kínos e-mailek. Ami érdekes, hogy a demokrata szavazókat önmagában azok az e-mailek nem bizonytalanították el, hogy Bernie Sanders-szel szembeni a párt adminisztráció antipátiája kiderült, tehát ez ország ők is érezték, vagy tudták, akik közelebbről figyelték a demokrata működést. Miközben az, hogy kik és milyen erők állnak a mögött, a hackek mögött, amelyek mozgalmának az Egyesült Államokban, egyre egyértelműbb a moszkvai beavatkozás. Donald Trump inkompetens, mint ahogy néhány republikánus, a negyede, és az összes demokrata nyilván, mert ez az életérzésük lényege, így gondolja és hirdeti is? Ki lehet ezt ilyen messziről innen mondani? Biztos, hogy nem lenne szerencsés ezt kimondanunk, a két jelölt között óriási különbségek vannak, és Donald Trump pont abból építkezik, hogy inkompetensnek tartják. Mert így én mondhatok akkor bármit, gondolja? Hiszen úgyis azt gondolják rólam, akkor mondok erőseket? Bármit mond rólam az, aki bentül a mainstream médiában vagy a washingtoni központban, az ő szájából minden hiteltelen lesz az én támogatóim számára. Hiszen pont ezeket a nomenklatúrákat, a médiát, a Washington Hillary-ékat festettem le úgy, mint akik már évek óta hazudnak a szemünkbe. Szígyatok csak még jobban, az még erősebbé tesz a sajátjaim előtt. Így van, és ezt fókuszcsoportos vizsgálatokkal most már ki is mutatták, hogy minél jobban szígyák Donald Trumpot, az igazi kemény támogatóknál ez csak olaj a tűzre. Nem menjünk el az előző mondata mellett, az orosz vonal jelenléte mellett. Miben fogható meg az, hogy Oroszország jelenben az elnökválasztási kampányban?
Ugye itt mindig nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a kiberháborúban a bizonyítékok vannak a legsoványabban. Tehát az, hogy ki lehessen mutatni, hogy milyen IP címről érkezett valami, ez egy iszonyú nehéz dolog. Amit tudunk, az az, hogy Oroszország nem állami kibercsapatokkal dolgozik, hanem vannak ugye a világban hacker csoportok, akik megbízásokat is elvállalnak, bizonyos kormányokhoz közel állnak. Ilyen volt az iszlám állam mögötti kalifátus néven dolgozó hacker csoport. Kiderült, hogy az orosz szervek e mögött is benne voltak, és nagyon úgy tűnik, hogy kimertek jönni azzal az állítással a demokraták, hogy oroszok álltak a szerverek feltörése mögött, amikor Hillary e-mailjét ellopták. Tehát amikor Trump szinte elszólta magát, felszólítva az orosz hackereket, hogy dolgozzanak tovább Hillary Clinton kampánya ellen, és találjanak minél több bizonyítékot ellene, akkor az nem is annyira elszólás volt? Azt a forgatókönyvet én még nem tudom elhinni, hogy Donald Trump egy szándékosan is a saját tudtával, megbízásból segítenék őt. Sokkal inkább, hogy ezt Európában is látjuk számos pártnál, egyszerűen van egy olyan orosz segítség, amelyet senki nem hívott. Tehát az oroszok azokat a jelölteket nagyon hatékonyan, tehát úgy értem, hogy költség szempontjából az ő szempontjukból is nagyon hatékonyan, hiszen néhány hackerről van szó, tehát nem óriási történetekről, nem kampánytámogatásokat adnak, de mégis tudják azokat az ügyeket nyomni, amelyek a dezinformációt és a diszharmóniát a nyugati szövetségesek közötti vitát tudják szítani. Tehát ebben ez tökéletes módszer, és ez nagyon jól működik. Nem lesz ennek ára, hogyha mondjuk Trump bejön? Hogyne. Nem fogja benyújtani Putyin a számlát, hogy hát azért köszönhetsz nekem elég sokat, barátom. Hogyne. Ezt nem tudjuk elképzelni, ugye azért ne felejtsük el, hogy az előző kampányfőnöke Donald Trumpnak volt az az ember, aki megnyerte a 2010-es választást Ukrajnában Janukovicsnak, tehát itt azért egy akkora orosz bábot juttatott hatalomra, amekkorát ugye most kihordott a föld a hátán az arany WC kefével mindennel együtt, és azért ilyen emberekből több van a csapatában. Azt se felejtsük el, hogy Donald Trump amióta ugye az első pénzügyi válságát elszenvedte a cége, gyakorlatilag oroszok azok orosz érdekeltségek, akik felvásárolják az ő ingatlanjait a világ legkülönböző pontjain. Tehát konkrétan tényleg orosz pénz van az ő pénztárcájában, ha úgy tetszik, de ez ugye nem kampánytámogatás, tehát nem kell ebben elszámolni. Hát és ez nem is törvénytelen. Hát jönnek az üzletemberek és vásárolnak. Ez nem is törvénytelen, így van. Csak látni kell, hogy ezek az érdekeltségek jelen vannak Donald Trump táborában, a tanácsadói között és a kampány stábjában. Amikor azt mondja Hillary Clinton, hogy ő az orosz befolyástól félti az Egyesült Államokat és a világot, mert az orosz medve ismét támad. Ez erre válasz, vagy ez egy önmagában álló állítás, ami még nem reagál arra, hogy Trump mögött mennyire lehetnek ott az oroszok? Sajnos azt tudom mondani, hogy is, mert hogy tehát nyilván nem Amerikával kezdődtek az orosz aktív intézkedések. Ez a Krímtől egészen a német Pegidán át Löpenen keresztül Magyarországon is alig, ha nem ismerünk ilyen eseteket. Tehát ez egy trend, amiben most beleesett az amerikai elnökválasztás is. Tehát az orosz medve bizonyos szempontból abszolút felébred, csak nem annyira atomháborúra készül, hanem egy aktív kiberháború zajlik. 2008-ban hekkelték meg az észt kormányt, a grúz konfliktus alatt Ukrajnában a választások alatt nagyon komoly beavatkozások voltak, ezeket ma már tudjuk, a német Bundestagot 2 éve törték föl, és ezt most kezdték el szépen adagolni a német választóknak. Tehát, hogy zajlik egy kiberháború, és ennek most egy frontja lett az Egyesült Államok elnökválasztása. Mi tetszik az Orbán kormánynak annyira Donald Trumpban? De a kormánynak tetszik, azt nem tudom, ugye a miniszterelnök A miniszterelnök, ha mond valamit, az egy hivatalos kormánynyilatkozat. Kinyilvánította a szimpátiáját. Ugye, amit én értettem ebből a beszédből, az a menekült kérdésben való egyezés, ugye a falépítés szándéka és a többi határozott bevándorlásügyi intézkedés, hogy ez Donald Trumpnak a valódi szándéka, felől viszont vannak kétségeim, hiszen az amerikai-mexikói határ nagyobb részén már áll egy fal, ráadásul ez nem is ilyen szöges drótos tekerés, hanem nagyon komoly erődítmény, tehát Trump ezeket a kijelentéseit nem tudom, hogy novemberig el fogja tudni. Hát másrészt rengeteg mexikai bevándorlónak van már szavazati joga az Egyesült Államokban, ami érdekes kérdéseket vet fel számára is. Így van, lehet joga, másrészt konkrétan a mexikóiak száma 2009 óta csökken, hiszen a mexikói gazdaság jól teljesített a válság évei alatt, szemben az Egyesült Államokkal, tehát a latin-amerikaiak száma nő, de nem a mexikóiaké. Tehát Orbán Viktor szimpátiájában ne keressünk orosz összefüggést, mint ahogy egyébként simán el lehetne képzelni, hiszen egyéb ügyekben, lásd Paks 2 és még sok-sok minden, mondjuk az embargóval kapcsolatos magyar mozgás, az Európai Uniós embargóval kapcsolatos magyar mozgás feltételezhetne egy ilyet. Mind a magyar miniszterelnöknek, mind más közép-európai vezetőknek szoktak lenni olyan kijelentései, amik teljesen egybeesnek az orosz érdekekkel. Hogy ez nekik
egy előre egyeztetett álláspont lenne, azt ebben az esetben is nagyon kétlem, hogy vannak-e olyan körök, akik emiatt szeretnék elérni, hogy a kelet-európai, közép-európai kormányzatok drasztikusabban képviseljenek orosz érdekeket a NATO-n vagy az Európai Unión belül. Ez viszont egy nemzetbiztonsági potenciális kockázat, amelyre nagyon reméljük, hogy dolgoznak a megfelelő szervek. Donald Trumphoz visszatérve egy mondat, meg egy gondolat erejéig, ugye gyakorlatilag szétverni a NATO-t. Még hogyha, mondja, nyilván ez is egy erős állítás, aztán majd meglátjuk, hogyha úgy alakulnak a dolgok, akkor mit tenne. Ez például egyértelműen orosz érdek, nem? Abszolút, abszolút. Tehát ebből a szempontból Donald Trumpnál nagyon kevés dolog van, ami konkrétan megfogalmazódik, de a NATO ellenessége, illetve korábban a korábbi aktivitása alatt az Ukrajna fel nem fegyverzése volt egy tipikus, nagyon kiemelt orosz érdeket képviselő határozott pont, ami még jobban kirívott a republikánusok között, ahol ugye a régi héják nagyon is szerették volna, hogyha az ukrán felfegyverzés elindul, és Amerika jobban részt De nekünk ezen. Közép-Európában nyilván a NATO-tagság az érdekünk, nem véletlenül léptünk hogy be, ne? És nem véletlenül vagyunk annak tagjai. Ez például az ellen szólna, hogy Orbán Viktornak Donald Trump legyen a... És ez a kijelentése két nappal a tusványosi beszéd. A legjobb barátja idézőjelben. Nem az van-e mögött, hogy annyira jeges a viszony a magyar kormányzat és a demokraták között, ilyen módon Hillary Clinton és Orbán Viktor között, hogy egy csapás lenne a magyar kormány számára, hogyha az amerikaiaknál a demokraták jönnének be? Így is meg lehet fogalmazni, sőt, én fordítva is feltenném ezt a kártyát, tehát, hogy mivel számítanak arra, hogy jó eséllyel akár demokrata kormányzat is lehet, már előre leteszik azt a bizonyítékot, hogy lám azért lesz a magyar kormánnyal szemben majd elítélőbb a Clinton adminisztráció, mert ők kimertek állni Trump mellett. Ez ugyanaz a sanda gondolat, mint amit Brüsszellel játszik a magyar kormány? Tehát mondunk valamit, ami hát előre tudjuk, hogy nem feltétlenül úgy van, de lehet rehivatkozni? A Brüsszelnél szerintem sokkal több belpolitikai tényező is játszik, ahol több sikon folyik ez a küzdelem, de az tény, hogy a külpolitikát ilyen szempontból nagyon instrumentálisan használják a belpolitikai popularitás céljára. Feledi Botond, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.